Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Ma egy kicsit folytatni fogom nektek a mesterlövészt, ugyanis a legutóbbi ponton hát egy kicsit komolyabban kiakadtam, mint kellett volna, így utólag rájöttem. És arra is rájöttem, hogy a hang az nagyon nagy. Tehát azért a hangopcióknál még mindig bántó, hogy nem tudom beállítani, hogy mennyire legyen hangos a játék, de mindegy, inkább folytassuk az utcán. Törzsd már be! Igen, ott tartottam, hogy be kéne jutnom a polgármesteri irodába, de nem tudok, mert mindenhol rám robbantják azt a rohadt autót. És ez azért elég idegesítő. De semmi baj, most már legalább tudom, hogy hogyan kell megnyomni a pályát. Tehát nem gameplayt csináltam, így buciból végig gondoltam szépen lassan, nyugodtan a dolgokat. És... hogy is volt? Igen. Hagyja békén. Rájöttem, ugyanis a legfontosabb dolog az, hogy revom van. És mivel van revom, ezért igazándiból elpusztíthatatlan vagyok. Méghozzá pontosan azért, mert a revóból két golyóval megölök egy embert, a shotgunban megmarad a töltényem. Miután meghaltál, nem beszélsz. Oké, hát itt a kolléga egy kicsit érdekesen próbált engem lelőni, így szétlette itt a padlót maga alatt. De nincs ezzel semmi probléma, tehát hogyha neki ettől jobb volt a pillanata. Itt kilőtt. Ha megpróbálsz érteni, de te egyébként honnan jöttél? Nekem ez most, ezeket ez most így... És itt hova lettek a bingócsok? Jó, hát... Azaz. Ez a világ legegzotikusabb halálát láthattuk, hölgyeim és uraim. Oké. Ja, még egy kicsit. Add ide a pisztolyodat. Nem szarakodok most már ilyennel, hogy azért... Új, de viszont kell a soti, mert... Megállni! Az a baj, hogy elméletileg le lehet innen jutni, hogyha arra jövök, csak az már megint olyan, hogy... Oké. Hát töltényem van. Tehát attól nem kell félnem, hogy az kifogy. Ajtett talicska. Úgy de szép. De mindegy, töltényből hiányt nem fogok szenvedni. Jó, ez itt pia, az nekem nem szabad most. Az nem jött rosszul, főleg azért, mert hogyha azt beszedem, akkor kevésbé sérülök. Erre már rájöttem. Azt a rohadt! Átba lövöm puskával, vezével. Nagy puskával, és nem hal bele. Láttátok? Eltalált, és nem haltam bele. Volt egy ilyen viszontlátásra. Hoppá! Hoppá! Az is megvan. Jaj, de nagyon királyok vagyunk. Az is megvan ott. Ott is van elméletileg valahol egy GP20-ár. Ott hátul ott elméletileg volt egy mesterlövész. Ott a mesterlövész. Oké. Egy veszélyforrás kiiktatva. Két veszélyforrás kiiktatva. Oké, szedjük össze szépen itt a lényeget. Igazából valami, mintha nem stimmelne, tehát hogy olyan szinten hiányérzetem van. Honnan lőtt?
ilyen távolságból minek próbálsz sörétessel lőni? És megvan, azért lőtt le, mert mesterlövész puskával volt. És nem értettem, hogy miért tudott ilyen könnyen leszedni, azért basszus, mert ez a szar, ez akkorát üt, mint a szemét, és itt miért lett így el... Miért így lett elzárva? Ez egy ilyen... Ez egy olyan dolog, hogy na nem már, tehát most itt miért tudom megkerülni, és ott miért nem? Tehát miért nem lehetett ide tenni valamit? Könyörgöm. Na mindegy, menjünk be, mert most már jók vagyunk. Inkább ide viszont ezt használnám, mert... Oké, polgármesterné. Bemegyünk a polgár Jenő hivatalba, a Jenő úrhoz. A polgár Jenő hivatalba. A polgár úrhoz. Na mindegy. Hagyjuk, az is egy régi mesé, szerintem sokan nem ismerik. Ja, nem. Itt megmutatom az egyik kedvenc dolgomat. Ha nem veszünk elő fegyvert, akkor nem akarnak minket szétterrorizálni. Állj! Ki vagy és mit akarsz? A polgármesterrel akarok beszélni. Tényleg? És mit akarsz tőle? Régi barátom, együtt ültünk a sitten. Miről beszélsz? Sosem volt börtönben. Gyerünk már, Jorge vagyok, biztosan beszélt rólam. Ó, igen? Hallottam rólad. A polgármester az emeleten van. És mivel nagyon királyok voltunk, várjál, lehet, hogy meg tudom kerülni. Kedves kolléga, itt nem hagy minket békén. De mindegy, igazándiból így lényegesen könnyebb végig szaladni a pályákon. Itt a címbara egy kicsit vak. De mindegy is. Ilyenkor nem bántanak, lényegesen gyorsabban végig lehet jutni. Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké, Marlonit az irodában találod. Igazándiból az egyetlen negatívum az, hogy az orosz... De milyen reflektora van már? Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké, Marlonit az irodában találod. Nézzük, ez itt a konyha. Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké, Marlonit az irodában találod. Ki vagy te? Hogy jutottál át az őrökön? Lenne egy-két kérdésem, haver. Ki vagy te, és mit akarsz? Őrség! Beszélj, vagy szétverem a fejed. Kinek dolgozol? Don Vasil, menj az elhagyott kolostorhoz. Ott megtalálod. Ennyi volt, bosszúból leveszem a piádat, amikor húsított. Úrcsém, meg egy rakás golyó. Tele a soti! Akkor most menjünk ki gyilkolni. Nem, inkább nem. Erre nem tudok kimenni, úgyhogy akkor megyünk visszafelé szépen. Állj vagy lövök! Mit csinálsz? Fel a kezek! Most mely lőtt rám? Rám lőtt a gyöktörzs. Na ezt megbosszulom. És ennek is van világítása. Oda néz, és látszik, hogy ott van valami, de csak ilyen adott pontokon. Hát akkor igen, maradjunk ennél, mert ez legalább ír is valamit. Oké, legalább jó irányba jövök, ezt tudom.
Az az egyetlen kérdésem, hogy vajon hol lehet az a puskám? Tehát én itt szedem össze, de... Berakjuk a hatoshoz. Ez egész jól néz ki. Azért itt a kedves kollégát. Gyerekek, ez nagyon pusztító. Ezzel én itt kiírtam az egész kulisszák mögött. Jó, igazániból, oké, legyen. Én nem tudtam, hogy erre kell jönni. Én azt hittem, hogy erre is van egy másik ajtó. Gyorsmentés létrehozva, 6-os. Jó, akkor 4-es. Jó. Hey. És ennél soti volt, tehát most van soti golyóm is. De most ez az úgy ordítja, mint hogyha ténylegesen gondolná. Tehát ő komolyan megpróbálja beleélni magát, hogy ő egy rendőr, hogy... Viszont ez egy igencsak erős fegyvernek minősül, ugyanis gyerekek, szinte abszolút nem kell nyomnom a gombot, és már is csinálja. Ez ugye emlékeztet egy pontra. Jó szappan! Ez nekem most egy újdonság. Igazándiból... Jó reggelt, kolléga! Nem bántásképpen, csak úgy gondoltam szólok, hogy én is itt volnék. Fötöltjük a HP-nkat. Viszont szerintem rossz irányba jöttem. A Snickers! Meg sör, meg kóla. Igen, de hát erre ugye, erre nincsen semmi. Csak a jó szappan. Meg a cif. Igen, az olyan, mint a cif. Oké. Hát erre nincsen semmi. Akkor nem merek. Jaj, tényleg, hogy hülye vagyok, hát ide jövök vissza. Akkor végre kell tovább jönnöm. Ez egy érdekes halál. Azt a rohadt élet, egy 2003-as játéktól ilyet? Gyerekek, megmarad a szőnyeg minta, de viszont véresen és nagyon szép lett. Oké, következő kérdés, hogy akkor viszont hova a rákba menjek, hogyha erre nem jöhetek? Akkor viszont vissza kell mennem, de nem, vissza már nem mehetek. Akkor most igen, akkor mi van? Most akkor milyen francot kell csinálni? Kimászni itt? Nem. Hát akkor csak erre kell jönni. Na jó, de itt merre? Ilyen ruhát nem vetek föl. Egy gyerekek, én most itt... Itt én most nem tudom, mit csináljak. Oké, lehet, hogy megálltam. Ó! Vigyed, mert megvilágítalak. Velem te ne szívózzál, le leszel világítva. Inkább visszaváltok, mert ez egy kicsit kapkodósabb fegyver. Ó, gyerekek, hát akkor ez azt jelzi, hogy nem kell több golyó a shotgunba. Hát akkor természetes, hogy ezzel legyünk. Nem erre megyünk. Itt a csacsi mobil, akkor azzal nem megyünk. Ez a kulcsos ajtó, ez akkor nem nyílik. Lőttem. Oké.
És figyeld, utána megfordul és lesz a szar. Ez... Hé, ne ölj meg! Én itt csak dolgozom! Mi a kocsi kódja? 1111, esküszöm. Az 1111, és ez nem Jack, aki az elején megbízott minket? Hülye gyerek. Hogy halsz meg? Hogy lehet így meghalni? Kell egy kis bor. Üres hordó? Fejét venném, lakolnak. Öcsém, szét tudok venni gulybort, egy ilyen hordót. Ez mi? Ne szorakozzunk már, azért vannak ebben is hibák. Hopp, nem erre, erre. Nem, erről jöttem. Ó, hogy rohadná ketté! Nem baj, legalább megvan a kocsi kódja. Bármi is legyen az. Most se tudom, merre van. Lehet, hogy itt van bent. Igen. Oké, az öreg kolostor. Megvan. Megvan, királyság. Oh yeah. Hát, mindegy. Gyorsmentés létrehozva. Valami kolostor, ott, ahol gyónni lehet. Maradjunk a szuper fegyvernél. Gyerekek, ez most nagyon durá. Újabb szintet értél el, hát... Nekem most nagyon jó. Neked hova lett a fegyvered? És hogy nézik? Hogy lehet egy sárgához zöldet fővenni? Jó napot! Jó napot! Én nem bántani jöttem, nem én nem. Sehol egy mesterlövész. Hé, nagyfiú! Fordulj meg! Ja. Ne! Fú, hogy nézel ki? Hó, gyerek, akkor hideg kirázott. Stella, ügyes lehetsz, ha nem hallasz meg hátulról. Én nem vagyok olyan diszkrét, mint a többiek. Ha, enyhén szólva, a fél bandát kinyírtad itt. Négy ember volt a fél banda? Don Vasilt keresem, és ezek a csúnya fiúk nem akartak válaszolni. A maffia főnöknek? Akkor nem vagy olyan okos, mint amilyennek látszol. Mi az utolsó kívánságod? Ne csevegjünk ennyit. Figyelj, itt van vagy nincs? Nem, nincs itt. Meghalt. Te is így járhatsz, ha nem vigyázol. Gyerekek, ne haragudjatok, de én nem nézem. Don Mario végzett vele. Don Mario? Az üzletét. Super Mario? Ez a Mario most drogokat árul. Nem tudod, hol találod? Nem, tényleg gyerekek, ilyen rondot... Hogy néz ez ki? Menjünk a búzáj kocsmába. Sok szerencsét, Ciri. Úristen, csak takarodjál innen. Azt mondja, hogy már fél bandát kinyírtam, hát. Na mi van ez az elpusztíthatatlan katona? Szorakozunk itt egymásra, hogy négyet kell beleeresztenem Sotival. Még az elpusztíthatatlan katonáról én is tudnék mesélni. Nézzünk egy kis cornflakes-t, meg almát, meg iszunk. Úrcsém. Jó van, most már ne haragudjatok, mert nem bírtam. Most már kell ide a mesterlövész puskát. Nem hajlandó kipurcanni.
De még mindig hallok valakit. Nekem menünk a búzai kocsmába. Most már komolyan mondom, nincs ilyen hangulatom azt csinálni, hogy... Gratulálok, olyan IQ-harcos emberek vannak itt, komolyan mondom, hogy... Már egyszerűen nem bírom, hogy mibe akadtam itt föl. Ott vagy te kis mocsok. Rohadnál meg. Nem baj, megvan. Cél elérve, viszont ezzel nagyon feltűnő vagyok ezzel az évvel. Puskával, úgyhogy szépen visszaszaladunk a négyes gombunkra. Meg kell tudni, hogy itt hova kell mennem. Mesterlövész puska mindig jó jön. Itt volt még egy ilyen kis debil gyöktörzs. Én komolyan fogalmam nincs, hogy hova a francba megyek, csak azt tudom, hogy megyek, tehát... Erre már voltam, ez látszik. Menjünk erre, erre még nem voltunk. Ez ott egy ajtó vagy egy szekrény? Na bakker, innen jöttem. Jó van, serezzünk be, aj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 , hát így azért komolyabb problémáim lesznek a célzással. Hát ez így... Azt a rohadt, hát ennyire nem biztos, hogy kellett volna. Itt is van medikit. Igen, onnan jövök ki. Elfogyott a sprintem. Úgyhogy most egy kicsit várni kell. Gyerekek, ez így eléggé nehéz lesz. Igen, mert ugye, hogyha piálunk, akkor az jó, jó medikit helyett. Viszont akkor ugye ez az illuminált állapot hatása alá kerülünk, úgymondván. És azért így necces lesz lőni, hogy közben mozog a kép. Mondjuk most már végre egyre kevésbé. Még egy ajtó. Nem ide jövök ki, akkor várjunk csak, akkor erre kell menni. Mert ott föl lehet menni, ez semmiért. Ugye de azért így ide átjöjjünk. Mert se egy ajtó, se semmi. Jó. A piát is el kell használni, majd mutatok nektek egy ilyen kis bugot, ami igazándiból nem bug, csak így lett megcsinálva. Jön csak. Meg kéne keresnem azt a helyet. Amire én gondolok, mert hogyha az a hely megvan, akkor tovább tudok, ha menni. Ez a hely, ez kérlek szépen, gyerekek, pontosan az a hely. Miért hangsúlyozom ennyire ki, hogy a? Mondtam. Megvan, meg lenne az a dobozos hely. Hely, de örülnék neki. Erre még nem voltam ezek szerint. Annyi sört szedtem össze már, hogy megiszom, belefulladok, alkoholmérgezést kapok. Erre már voltam, ez biztos. Itt jönnék ki, ez lenne a második rész. Onnan indultam, és itt jöttem ki, erre mentem le.
Gyerekeket, nem találom én az utat. Arra már voltam. Erre is, akkor arra ott megyek egy körbe. Na jó, nézzük akkor, tehát ott voltam fönt. Ott már mindenki meg, sőt az egész pályán mindenki meg van ölve. Tehát ha ott megyek be, akkor ott jövök ki, meg ott, és arra lent hátul, mert így megyek egy körbe. Ha itt megyek föl, akkor ott lyukadok ki, ahonnan lelőttem a mesterlövészt, aki ott volt. Arra mi van? Ha oda megyek föl, ott nincsen semmi. Ha arra megyek, ott sincs semmi. Na, majd nézzük meg. Jöpe, pardon. Kéne lennie valahol itt egy ajtónak. Egy ajtónak, amit nem vettem észre, de ez abszurd. Erre néztem már, ja? Igen, erre néztem már, ja? És erre néztem már, ja? Igen, erre is néztem már, ja? Nagyon gyorsan elfogyott az autósprintem. Tudnám mitől. Oké, elfogyott a futás. Erről jöttem, erre emlékszem. Igen, itt lyukadok ki ezénál. Lehet, hogy itt az ég mögött mégiscsak van valami. De nincs itt semmi. Nem tudom, gyerekek, komolyan mondom, fogalmam nincs, és most itt totál eltévedtem. Érdekes, hogyha lépcsőn megyek, akkor töltődik a sprintem. Ha meg csak simán sétálok, akkor meg nem. Igen, de hát itt már voltam. Akkor várjunk, akkor most el kell mennem erre, ugye, mert itt volt ez a... A hideg is kiráz ettől, ahogy is írják izétől. És ha lépcsőn megyek lefelé, akkor nem csökken a sprint. Ez vajon a való életben is így van, hogyha elkezdek futni lefelé a lépcsőn, nem fogok fáradni. Hát igen, erre jöttem el, hát az előbb onnan néztem ki valamelyik ajtó meg jó. Ugye itt voltam, itt elmegyek körbe, és itt lyukadok ki. Na hát ez még jobb. Na gyerekek, kurva jó vagyok. Tettem egy rohadt nagy kört, és totál eltévedtem, és fogalmam nincs, hogy merre nem voltam még, meg merre voltam. Ha itt fölmegyek, akkor kiukadok abba a pontba, ahol a kilátót néztem. Tehát konkrétan relatíve mindenhol voltam. Itt is voltam már bent, tudom nagyon jól, mert azt is tudom, hogy hol lyukadok ki, tudtam, hogy itt. Istenem, eltévedtem, valaki segítsen. Kihagytam valamit, vagy? Nem láttam meg egy ajtót. De hol? Ez a hang. Kikészít. Egyszerűen nem tudom. Komolyan fogva, eltévedtem, pont ennyi kész. Hát. Hát gyerekek, lehet, hogy akkor ennyi volt. Gyurcsány mód, elbasztuk. Elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Nem tudom, hogyan megyek tovább. Eltűnt egy ajtó. Bagos a játék. Vagy én vagyok, pancser.
Amikor mennék tovább, akkor nincs ott semmi. Bazd meg. Ó, hogy a rohadná tett. Ó, az anyád istenét. Azt a terülve, azt a te... Ne, ba... Nem. Ó, hogy az Isten nem vál ketté. Öcsém, és csak vissza kellett mászni a barohadt autóba. Ezt nem hiszem el. Na nézzük a búzai kocsma. The Stinky Herring in Commandantens. A fáriska. Ja, hogy ez? Új gyerekek, ez a zene, ez totálisan ezéből van lopva. A Nagy Balhé nevezetű játékról. Ez a Nagy Balhé zenéje. Don't bring maroon beverage, deposit weapons at the bar, park outside, thank you. Mama, megyek inni! Nem érdekli. Micsoda, mortírgép? Lehet játszani? Nem áll, pedig én játszani, én mortír... Én játszani akartam a mortírgéppel. Mortírozni akarok! És most hogy rakom el a fegyverem? Na, várjunk. Nem X, C. És mi a fegyver elrakás? Várjál, váltás, futása, googolás, ugrás, akció, felvétel. Adj fegyver, játékos túl panel, felszerelés, panel, jó, tehát akkor az F-et vagy a G-t kell nyomkodnom. Hát ez pont szarig rám, tehát... Jó, akkor ezt a vackot ezt kivesszük. És akkor a 8-as... Kicsim, valami stresszoldó kéne. Tud segíteni? A zsebes morokban. Ilyen fejem lenne, nekem is fájna. Uha. Szedtünk fel tűt, én nem is láttam ott. Ó, a fejem. Én szívem, iszol valamit? Bármit megadnék egy... Elrendezhetném. A zsebes morog valami. Ahogy rohadnál ketté, megint rossz választottam. Ezektől mindig lehet valami jó választ kérni. Ó, a fejem. Hé, szívem, iszol valami? Bármit megadnék egy... Egy kis akcióért cserébe veszek neked inni, édes. Kösz, bébi, pont ez kellett. Na. Lám, lám. Látom, sikerült. Ah! Egy ilyen srác, mint én, tudok vigyázni magamra. Ó, ne játsd meg magad! Minden. Istenem, már haspulóba van! Valaki törleszti az adósságait, és úgy tűnik... Figyelj, így beszélgessük, jó? Erős, tényleg nagy hatalma van. Ő irányítja az olasz maffiát, és a rendőrség is a kezében van. Olyan hosszú lett a szöveg, hogy már nem fér ki. Érdekes. Szóval bosszút akarsz állni. De gondolod, hogy csak úgy besétálhatsz, és mindenkit kinyírhatsz? Hidd el, van egy-két ötletem. Segíthetek neked bejutni a maffiába, hogy elkaphasd Máriót. Érdekel? Megoldom egyedül is, nem kell a segítséged. Tűnj el! Te tudod, viszlát! Emész! Nem megye. Mit akarsz, Don? Innék valamit, de jó erősen. Csak meleg söröm van. A kocsmárosok szégyene vagy! Unormány, rohadj! Nem élni! Nem élhetsz! Nem! Nem! Egy kocsmárosnak nem lehet csak meleg söre!
részek, hogy beszéljen. Engem a megselep. Ide a pénzt. Istenit. Hús. Ki eszik meg magában nyers húst? Súly 202 kiló. Mennyi? Állj és ne tovább! Azt a halálhörgés, gyerekek! Úristen! Ti most vicceltek velem, gyerekek? Ezt nem csináljátok komolyan. Várj, valamire kíváncsi vagyok. És tényleg a cigaretta az orjukában van. Mi volt ez? Ez hogyan lehet így meghalni, könyörgöm? Úristen, már annyi szeszem van, odaadnám valami alkoholista állatnak, ez így évig inna. Csapdamester! És honnan? Ezt nézzétek! Egy felém néz. Pif, és az orjukában van! Lelövöm! Mondd gyorsan, jobb dolgom is van, mint veled cselek. Dominik vagyok, Nico küldött. Don Mario nem foglalkozik a hozzád hasonlókkal. Most mondd meg, mit akarsz, és tűnj el. Nico mondta, hogy te tudnál valamilyen jó kis drogot szerezni. Tényleg ezt mondta? Hát ez nagyon szép, de ez nem megy ilyen könnyen. Gyerünk, van valamelyik a kínaiaknak, amire szükségünk van. Öld meg őket, és hozd el nekem. Tekintsd meg történtnek. Jó, hozd el a régi gyárnegyedbe. Ha végeztél, ott találkozunk. Mielőtt elmennék, meg kell kérdeznem, hogy mi kell neked, és miért. Ez egy szobor. Ugyanezt a drogot tesztelik a szemetek a börtönben. Megöllek! Téged! Ténylegesen megöltem, tehát... Néma, szekrény. Bazze, interaktív szekrény. Ez tetszik. Üres tányér, az a legjobb kaja a világon. Ezt a Winnie the Pooh-ban is megtanultuk már. Az mi? Generátor, vagy mi a szent szar? Várjál, hol van? Mi ez? Fájdalom csillapító, de nem azt szedtem össze. Vagy mégis? Öcsém. Üres. Apple. Alma. Snickers. Semmi, ez is üres. Jó, gyerekek. A hűtő, lopjuk ki a kaját. Na jó, menjünk tovább, inkább haladjunk a játékkal. Hogy lehet így meghalni? Az gyors volt. Néhány gránát. Jó. És most akkor hova? Mi volt az zsebökő?
ez már sárga tű energiát ad, jobb lesz az egészséged, de csak átmenetileg. Várjál, innen telefonáltunk a mamának. Nem, hát akkor nagy valószínűséggel főfelé kell jönni, vagy erre. Merünk csak ötös. Ötös, jó, az dugik van. Ajaj, remélem nem azért nem tudok tovább jutni, mert meg... Mert megöltem azt a Dr. Zsörmestert. Lehet, hogy itt a padláson kell tovább menni valahonnan. Ezeket az ablakot nem lehet kilőni. Ezt mondjuk tudhattam volna. Nem erre kell jönnöm, ez biztos. Oké. Okay. Akkor megindulunk visszafelé, itt is volt még egy ajtó. De erre meg nem lehet jönni. Ezt nem hiszem el. Előbb rossz irányba jöttem, de nem már. Erre se enged jönni. Erre se enged jönni. Jó! Jézusom, tehát hogy célzol te? Te neked ilyenkor mi bajod van? Hogy? Mi volt ez? Könyörgöm! Ugye? Titkos átjáró. Na még legyen ez az utolsó map, amit még megmutatok nektek, aztán mára befejeztem ezért a mesterlövészt. Ő ide megtekeredett itt a kábelem. Na mindegy. Ez az utolsó map, már ha sikerül befejezni. Állistennek egy nagyon fontos titkot már most tudok, hogy van egy rész, ahol a falban kell tovább menni. Bázony. Na mindegy, ellenséges NPC-k betöltése 8 perce. Megyünk ezzel. Patkány szagot érzek. Annyira nem! Állj, ne mozdulj! De mozdulok. Fiat dupla revó! Te is Dumbledore büszkesége akarsz lenni, mi? Na mindegy, revózzunk inkább. Nem. Maradunk a legjobb fegyvernél, ez úgyis ez írja a legtöbbet. Tia! Yeah. És jól csinálod a dolgokat, nem tudsz megsérülni. Ezek a halálhörgéseket, ezek a sírba visznek majd. Neked nem engedtem meg, hogy éljél. Jó, Dancsó Péter nem engedte meg. Istenem! Egy. Az igen, de mellette levő nem robbanám fel.
Gyerekek, íme a leginaktívabb... leginaktívabb biztonságőr, akinek konkrétan a jobb karja mellett lövök le valakit, és rohadtul nem érdekli. De az egyetlen problémám az, hogy így el fog fogyni a soti golyóm. És ha elfogy a soti golyó, nagyon ideges leszek. És soti az egyetlen épkézláb kultúrált fegyverem. Hát igen, nem erre kell jönni. Jó, jó, oké, tudom, ez most saját hülyeség volt. Ezen keresztül talán eljuthatok Kis-Kínába. Kis-Kínába? Az a Little Chinese? Ah, na mindegy. Ó, de jó. Mi volt ez a... Aj. Mi vagy te most, kínai vagy, vagy ezért indián? Ááá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 
Mi lesz, lekaratézol? Nem tudok kimenni. Ez is ki. Egyébként szerintem, hogyha fogyóznék... Az, de biztos jól esett. Kevés esélyt látok rá, hogy ennek most örült. Oké, itt összeszedjük a lényeget. Be kéne gyógyszerezni magam. És közül tiszta, tiszta flash lenne, hogy így, így... Nem erre kell menni. Tiszta flash lenne, lehet fogynék tőle. Azért gyerekek, ennyire nem lőttem le senkit, hogy itt a nadrágjából kiugorjon. Oké, okay, hát ez nem az. A de neki miért van ilyen reflektora? Oké, okay. Most már esküvő elvesztettem a fonalat, fogalmam nincs hol tartok. Nem tudom merre vagyok, de van egy porszívom. Akkor is megnyers, akkor is meg lesz. Istentelen töltény pocsékolással, de meglett. Ráadásul rossz irányba jöttem, de jó. Legyen itt, nincs ajtó. Kezdem unni ezt a labirintust. Jó, de jó! De akkor jó irányba jövök. Egy. Kettő. Három. Te kezded unni a labirintust, te én irányítalak, szerinted én hogy örülök neki? Ki kell találnom, hogy nyílik a járat? Milyen járat? Hol? Ó, hogy még ezt is szívjam ki a kis ujjamból. Ott az az éj. Gondolom, itt el kell szarni itt az egészet, és akkor... Elnézést. Istenem, mondd, hogy vége, mondd, hogy vége. Hallod, nem mondod, miért szos leszek, mondd, hogy vége. Nem állok meg! Most már elegem van. Megállni! Hogy lehet így beszélni? Nem.
Uha, válba lövöm a gyereket és nem hal bele, eddig meg egy izé. Egy vál mellé lövésbe is belehaltak általában. Hop, hop. Oda nézzi, nem halt bele a mesterlövész puskának a lövésébe. Na, ennyi volt, alagutak. Istenem. Jaj. Úgy gyerekek. Ezt én már nem bírom. Elfáradtam. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztetek. Hát ez most egy elég nehéz rész volt. Fú, de hogy ott hogy tudtak velem ennyire kitolni. Basszus, hogy csak vissza kellett menni a kocsihoz, ezt valahogy nem hiszem el. Igazániból lesz még egy... még egy videóm ebből. Játékmentése. Új mentés. Mentés. A játékmentés is ígéres volt. Nagyon jó. Úgyhogy igazándiból ennyi volt a mesterlövész mára. Legközelebb még folytatom, hogy pontosan mikor, az egy jó kérdés. Lehet egy hónap, lehet egy hónap után, lehet, hogy csak a hétvégén, nem tudom. De addig még próbálok még egy-két játékot összerakni. Aztán majd elválik. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, valamint, hogyha eddig nem tettétek, megiratkozzatok fel a csatornámra. Mekkora kezem van nekem a videóban? Basszus, hát ezt még nem is láttam. Mint a fejem. Há. De mindegy, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Sziasztok!